vállalná a Vajdasági Magyar Szövetség elnöki tisztségével járó felelősséget dr. Pásztor Bálint, amennyiben a párt tagjai jelölik őt. Erről beszélt a VMS megbízott elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A párt tisztújító közgyűlését március 2-án tartják Zentán, azon a településen, ahol a párt 30 évvel ezelőtt megalakult. Aláírták a Magyar Szóházban megvalósulásra váró beruházási építkezési munkálatok kivitelezéséről szóló szerződést Újvidéken. Az épületben helyet kap majd egy magyar nyelvű bölcsöde, egy konferenciaterem, egy sajtó- és nyomdamúzeum, egy könyvesbolt, valamint egy kávéház is. Topolyán rendezték meg a Szakmasztár Fesztivál második régiós elődöntőjét. A házigazda Sinkovics József Műszaki Középiskolában 4 iskola tanulói, 5 szakma területén mérték összetudásukat. A továbbító tanulók Magyarországon folytathatják a további küzdelmeket. Bejutott az Australian Open elődöntőjében Novák Djokovic. A szerb világ első 4 szetben verte az amerikai Taylor Fritzet. Djokovic a fináléba jutásért az olasz Sinnerrel mérkőzik meg.